Sziasztok! Az Alföldi Gyerek című dalt fogom részletesen megpróbálom elmagyarázni. Ugye az örömzenének ez a következő dala. Nem tudom majd milyen sorrend lesz a koncerten. És akkor én arra gondoltam, hogy úgy kéne elkezdenünk, mint nekünk basszusgitárosoknak, hogy egy szépen elkezdődik a dal. Innen, meg ezután a két hang után, a két D hang után, ezután. Innen meg elkezdődik a refrén. Na, a refrénbe lesz egy G hang, E3, lesz egy A hang, E5, aztán lesz egy C hang, egy D hang, a C az A3, a D meg A5. És ez kétszer lemegy. Tehát most akkor ezt játszom el. 1, 2, 3, 4. És akkor most a refrén jön, szerintem. Legyél rockstar! Amúgy mindenkinek megvan a lehetősége arra, hogy az legyen. Igazából csak mi kell hozzá? Kitartás, szorgalom, hát meg egy csomó, ami egy ezzel jár. Oké, akkor onnan megyek, hogy a refrén Géza, Aladár, Cecil, Rénes, aztán Géza, Aladár, Cecil, Géza. Tehát G, Aladár, Cecil, Rénes. Tehát hogyha virtuálisan megpróbáljuk megjegyezni, memorizálni a mintát, de jó, oké, nem egy pozitív dolog, jó lenne tudatosan is, de ha valakinek kevés ideje van, akkor inkább vizuálisan memorizálja, ugye? E3, E5, A3, A5, aztán E3, E5, A3, A, nem, A, E3, E5, A3, és a vége E3. És utána indul majd a verze. Na, ezt eljátszom. Egy, két, tő. A verze Géza, Aladár, Cecil, Géza, aztán Géza, Aladár, Cecil, Rénes, az első sora. A második Géza, Aladár, Cecil, Géza, Géza, Aladár, Cecil, Géza. Tehát, akkor hogy is van? Van négy sorunk, a négy sorból ugye az első, a harmadik és a negyedik ugyanaz, tehát Géza, Aladár, Cecil, Géza. Géza, Aladár, Cecil, Géza. Ez az első sor. A második sor Géza, Aladár, Cecil, Rénes. A második sor, a harmadik sor Géza, Aladár, Cecil, Géza. És a negyedik sor ugyanez, Géza, Aladár, Cecil és Géza. És akkor most zenébe. Ugye? Mert hogy elfelejtettem mondani a harmadik sor, ilyen sor. Tehát a verzének az első sorra kezdem. Első sor.
néztem, ez a bridge, szerintem. Nem tudom biztosan. Tehát az a lényeg, most az a rész jön. Tehát akkor ez egy bridge lesz, jó, és D-nessel kezdünk, ami az A ütem van. Aztán egy elemér, E hang, ami A7-en van. Aztán egy cecil, ami A3-on van. És aztán megint vissza a D-nessre, ami az A5-ön van. Tehát az így néz ki hangzóba. Nagyjából akkor meg vagyunk, ezután viszont megint egy verze fog jönni, viszont már csak két soros, és a két sorból úgy néz ki, hogy az van, mint a legelső verzében, ami volt, hogy Géza, Aladár, Cecil, Géza, utána meg Géza, Aladár, Cecil, Dénes, de ezt is el fogom játszani mindjárt. Tehát akkor a bridge eljátszom, ugye? Három, hogy... Akkor ugye most azt láttuk, hogy a D-s résztől eljutottunk a refréné, tehát egy másik refrénig. Ugye akkor most nem játszom el még egyszer. Ami most történik, az fog következni, hogy elemér, terötem, kétszer lesz. Tehát lesz egy A-húr 7-esünk, ami E-hang, A-húr 3-asunk, ami C-hang. Ezt kétszer el fogjuk játszani, utána pedig egy E-5, ami aladár hang, aztán A-3, ami cecil hang, és egy A-5, ami dénes. És akkor próbáljuk meg. Most csak alaphanga. 1, 2. Szóló, gitárszóló alatt az történik, hogy Géza, Aladár, Cecil, Dénes, Géza, Aladár, Cecil, Géza. Géza, Aladár, Cecil, Dénes. Tehát hasonló a refrénhez, de nem az, meg a verzéhez. Tehát...
Szerintem Géza Aladár Cecil Rénus, aha, Géza Aladár Cecil Géza. Tehát nem lesz sokkal több, nehezebb rész benne. Tehát akkor gitárszóló. Géza Aladár Cecil Rénus. Az van. Ugye, a gitár szóló után lesz ez a megállás rész, ahol ugye fogjuk csinálni. Kétszer zöld eljátszik a... Ez az alföld, tudjátok, ott lesz, amikor itt annyi történik, hogy A7-est A5-est eljátszod 5-ször, 2-5-ször. Aztán a 7-es. Aztán az A3-as. És az A5-os kitartott. Na nézzük meg hangzóba. Csak visszávra indítom, mert hát így el nem értem oda időbe. Hát ezért engem le is szikra. Mindenkit, mindenki, nincs ami, mert akarná az ember fiát, az örömeit, meg a bújánkaját, gyere, hozzon még hiátot, legyél rosszát, hiányjel a világnak meg, hagyd meg azt, hogy akarjon, higgyen rólad bármi, úgysem azt számít, hogy jó. Tehát, hogy jövünk be, ahogy kezdődött. Hagyd meg azt, hogyha akar, higgyen rólad bármit, úgyse az számít, tudod jó, legyen. Hagyd meg azt, hogyha akar, higgyen rólad bármit, úgyse az számít, tudod jó, legyen rosszás, ne üljön a világnak meg. Szín, akkor az van, hogy megpróbáljuk még egyszer lemodellezni ezt a két A5-ös hangot, amit időbe kéne elkapnom. Utána viszont egy két refrén jön, ami Géza, Aladár, Cecil és Dénes. Tehát lassan megtanulhatjuk, hogy a Géza hang az E3-on van, az Aladár hang az E5-ön van, a Cecil hang az A3-on, és a Dénes hang pedig az A5-ön. Na nézzük be, sikerül eltalálnom. Most jön egy olyan rész, ami már volt. Mondd, miért baj az? Ez amikor A7 és A3 és... Tehát utána meg E5, A3 és A5 fog jönni, ami E hang, Cecil, de majd mondom a hangokat is. Yeah.
helyen mellé nyújtam itt a végén, de azt nézzétek el nekem. Amúgy a végén annyi van, hogy... Tehát,